A mai nap egy rendhagyó munkanap, és remélem, hogy mindenki, aki eljött a mai nap, az teli élménnyel megy haza. Sokat gondolkodtam rajta, amikor a feladatot kaptam, hogy egy pár mondattal nyissam meg ezt a rendhagyó munkanapot, hogy mit is mondhatnék nektek. Mit mondhatnék egy olyan iskola diákjainak, ahol 8 kultúra fut össze, ahol rengeteg családból jönnek ide a diákok, a családoknak más és más a hagyománya, szokásai, és hol tudna ez a sokszínűség valahol találkozni. És akkor tegnap hallottam egy műsorban, hogy mennyire feszültség teljessé teszik ez a sok kütyű, az internet, a technika robbanása világunkat. És hogy mennyire feszültek a gyerekek, és mennyire feszültek a felnőttek is. És a mai napon pont azért vagyunk együtt, hogy rákészüljünk egy kicsit az ünnepekre, ki mit ünnepel, de most nem megyünk bele, máshogy fogja fel a kereszténység, máshogy fogja fel egy más kultúra, de minden esetre minden ember egyet akar, egy picit megnyugodni, a feszültségét letenni, örülni, szeretni, odafigyelni a másikra. Ezt kezdjük meg a mai nap, és erre készülünk rá, várakozunk. A várakozási időszak, ha megint nem megyek bele kereszténységi, tehát az adventnek a pontos jelölésében, majd beszélgettek erről is, vagy beszélgettünk más órán, a várakozás Exupére, a Kisherceg című regényében, nem tudom, hogy mennyien olvastátok, én az életemben többször is elolvastam, mindig mást értettem belőle, de egy biztos, hogy nagyon fontos gondolatok vannak benne, ajánlom mindenkinek. Például van egy olyan, mikor a Kisherceg és a róka találkozik. És a róka fel van háborodva, hogy a Kisherceg nem abban az időpontban jött, ahogy szokott. És kérdezik tőle, hogy hát de miért fontos mindig ugyanakkor jönni? Miért fontos neked? Azt mondta, mert tudnom kell, hogy jössz, mert akkor már előre ünneplőbe öltöztetem a szívemet. A mai napnak a programja, hogy öltöztessük egy kicsit ünneplőbe szívünket mi is, és várjunk jó dolgokat. Várjunk és tegyünk érte. Nagyon bízom benne, a hajtás gyerekeket megismerne. Mostanában én is szállok az órából talán több részt, hogy beszélgessek veletek, és tudom jól, hogy nagyon rendes gyerekek járnak ide. Mély gondolataitok vannak, akárhány kütyű lesz titeket körbe, ennek ellenére érző szív dobok bennetek. Nem, nincs az megváltoztatva, csak egy picit oda kell figyelni a másikra. Ezért Marika néni, az igazgató néni fog a végén szólni hozzátok egy pár szót, ezért én érzelmileg nem is megyek bele jobban. A mai napnak az összefoglaló kis részét mondom el, tulajdonképpen egy műsorral fog folytatódni, ami szintén ezt a nagy takarítást a lelkünkben, magunk körül ezt fogja elősegíteni, mert ugye a zene az kell. Az körülölel és felemel. És mi zeneiskola vagyunk, zenei tagozat is vagyunk, sport és zene tagozat, úgyhogy megkérlek benneteket, hallgassátok megfelelő mondjam azt, hogy állítottal, vagy odafigyeléssel inkább. Továbbá még elmondom nektek, hogy ha vége van a tornateremben a kis műsorunknak, akkor felmegyünk, és minden osztály végzi a feladatát. Van, aki a terepasztalt, a kis falusi, karácsonyi kis város falusi rész készül ott majd az ibetlényben, és most figyeljetek, és mondjátok el azoknak a társaitoknak, akik nincsenek itt, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni a későbbiekben erre az asztalkára, nem lehet hozzányúlni, tilos, egyrészt azért, mert szeretjük, és nekünk készül, és vigyázunk rá, másrészt pedig balesetveszélyes. Nincs teljesen előzítve, tud billenni. Tehát véletlenül se nyúljatok hozzá. Nem tudom, hogy hallani a hangomat.
hanem bolincsadó. Oké. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor erről többet nem papolok, úgyis papolok majd minden nap, még hogy ne nyúlj hozzá. Félts, neked készült, neked szép, nekünk szép. Vigyázzunk a tulajdonunkra. És a másik, hogy utána, az alsósok pedig kézműveskedni fognak, a tanítónénik majd vezetni fogják őt, és most pedig a műsor után az igazgatónéni fog hozzátok szólni egy pár szót, és szépen elvonultok majd az osztályfőnökök segítségére. Kérem, hogy kezdjük meg ezt a magunkban takarítást, a lelkünk kitakarítását egy odafigyeléssel, a társainkra való odafigyeléssel és csenddel. És köszönjük szépen azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy betanulták ezt a műsort, betanították, és ezzel a lelkünket fel tudjuk egy kicsit készíteni, fel tudjuk díszíteni. Thank you.
Géza, Térfarka pusztán, gyermekkori emlék. Már napok óta borul az idő, földön hó, havon szürke köd. Éjszakánként fáknak rémenő, és a nap csak fehér for, köd fölött. Apám szótlan áldogál is kipál, mi gyermekek ásítunk nagyokat, kalitkában bombasztam a dár, csöndes az egész föld, az egész határ. De én egy hétfőn a köd felszakad, s a nap kitűzi aranyszál szaját. Végtelen víg, fehér fagyolat, míg varjóan száll a határon át. Az apám figyel éjszaka apál, és mi gyermekek napon vagyunk. És a falnálból meleg a sugár, golyóval játszunk, rúgunk. Az anyám apjuk a hét is borol. A rigunk táncos gondolkodalval, és a falnál a napsütésre kikik andikál, jó állat a fény, állat a sugár. Zerg Zoltán december. Az udvaron vaskalapot trumpjóról hol be, hirdeti, hogy megérkezett szélparipán december. Az ajtóba a küszöbön, lapul a házőző el, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Az ajtóba a cinke kopog. Jó emberek, jó napot! Nincs eleség az erdőben, kérek egy pár falatot. Az ereszre csuka jégcsap, a háztető csupa dél. Ha már itt van a sebányok, majd megint elmegyek el. Yeah.
csodálatos. Aram János, téli vers. Ej, galázati lapó, ki örökít a kelmedet, hogy Szent Márton naptájba hó borítja házat elkemet. Hogy bámul a vén maxi volt, hó pelyeken át, mint szitán. Arra kérlek titeket, hogy erre is vigyázzatok, ezt is csak nézzétek, ugyanígy fel lesz szakaszban.